történelem folyamán 5 nagyobb tatárdulást szenvedett el Erdély. Emellett sok kisebb rablóportját, de ennek az 5 hadjáratnak a nyomai itt-ott máig kitapinthatók. Hódítók másutt is jártak, a tatárok viszont nem hódítani jöttek, hanem rabolni, fosztogatni. Megakasztva, évtizedekre visszavetve egész vidékek szerves fejlődését. A tatároknak is köszönhető, hogy Erdély ma olyan, amilyen. Majdnem teljesen hiányoznak Erdélyből a kereszténység korai századaiban emelt épületek. Kővárak, templomok, kolostorok például, amelyek Európa nyugatibb felén ma is szép számmal láthatók. Ami van is, többnyire rom, vagy későbbi korok átépítéseinek nyomát viseli. Például Bokajal falu templomromja az Erdélyi Érchegység egyik völgyében már nem épült újjá. Ennek csak az építésmódjából sejthető, hogy 1241-ben az első tatár betöréskor már állott, de ennél sokkal többet nem tudni róla. És a példákat sorolhatnánk. A mongol pénzen ma is a világhódító Dzsingisz Kán képe díszeleg. Ez annyiban érint bennünket, mai erdélyieket, hogy Dzsingisz Kán terjeszkedő világbirodalma a 13. század elejére elérte Európát. Az orosz fejedelemségek meghódoltatása után 1240-ben Kijev is elesett. Következett a Kárpát-medence, azaz Magyarország. Megjegyzendő, hogy ekkor 1241-ben már Dzsingisz nem élt, Kelet-Európát az unoka Batukán hadai hódították. A mongolok 3 irányból jöttek. Batukán egy sereget észak felől Lengyelországon át küldött, maga a fősereggel a vereckei hágon tört be, míg Erdélynek a 3. seregtest jutott. Itt a tatárok 2 irányból támadtak. Északon a radnai hágon, illetve délen a barcaságra behatolva. A korabeli krónikás így ír. Kadán király az erdőkben 3 napi utat megtéve elérkezett a gazdag radnához, a király ezüstbányájához, amelyben a nép megszámlálhatatlan sokasága tartózkodott. De mivel ezek harcos emberek voltak, és fegyverekben sem szenvedtek hiányt, miután meghallották azok megérkezését, a városon kívül az erdők és hegyek között kimentek eléjük. Kadán pedig, meglátva a fegyveresek sokaságát, hátat fordított nekik, megfutamodást színlelve. A győzelemmel visszatérő népek ekkor letéve fegyverüket kezdtek a bortól lerészegedni. De a tatárok hirtelen visszatérve mindenfelől bevonultak a városba, és noha innen is, onnan is nagy öldöklés támadt, amikor a nép látta, hogy nem tud nekik ellenállni, kegyelemre megadta magát mindenestül. De Kadán, miután a várost elfoglalta, a bírót 600 válogatott fegyveressel együtt besorozta saját katonái közé, és megindult velük. Pusztai népek szokása volt a legyőzött férfiakat a csatában az első sorokban maguk előtt hajtani. Amíg harcoltak, életben maradhattak. Óradnán áll még az 1241-ben a tatárok által lerombolt templomnak a maradványa. De ez nem minden. A templom méreteiről fogalmat alkothatunk, ha meggondoljuk, hogy csupán a szentély részből alakították ki évszázadokkal később a görög katolikusok a ma is használt templomukat.
A támadó tatárokat gyakran szokták némileg lenézően hordaként emlegetni. Holott a kor színvonalán jól szervezett, fegyelmezett hadinép volt, tizedekbe, századokba, ezredekbe szervezve. Egy átgondolt haditerv és a szervezettség jele, hogy óradna megtámadásának napján egy időben támadtak Dél-Erdélyben is. Egy más sereg húsvét napján a barcaságba tört be, és az erdőelvi tartomány vajdáját egész seregével megölte. Ugyanaz hét szerdáján, Besztercén 6014 keresztényt gyilkoltak le. Pénteken Kőhalomvárában több mint 30 ezer ember esett el, egy héttel később, április 11-én Nagyszebenben több mint 100 ezer. Kolozsváron is végtelen nagyszámú magyar veszett el. A barcaságba betört sereg Nagyszeben felé haladtában feldúlta az akkor már létező kerci-ciszterzita kolostort, Erdély mindmáig legimpozásabb koragotikus épületét. A hagyomány szerint az ostromlott kolostorból a szerzetesek próbáltak elmenekülni. Utoljára az apát menekült egy alagúton át, de az Old partján a tatárok utolérték és megölték. A kolostort és templomot utóbb újjáépítették, de a későbbi korok pusztításai nem kímélték meg. Az Erdélyen áthaladó tatárhad elfoglalta és feldúlta a Kükülővárat is. Ma ez kevésbé jelentős helység, ám akkoriban vármegye székhely volt, Ispáni várral, ahova a környékről sokan menekültek. Az egykori kükülővári gerendőerődnek ma már nyoma sincs, fennmaradt viszont a régi tornyon, a cserép alatt a vakolatra festett tatárfej. Alig, hanem a tatárjárás utáni újjáépítés emléke. Intőjelként, figyelmeztetésként festhették. Fennmaradt, mert egy későbbi újjáépítés templom magasítás során a cseréptető alá került, s védve lett az időjárás viszontagságaitól. Ez Erdély alig, hanem legrégebbi freskója. Negyedik Béla király seregével megpróbálta megállítani a betolakodókat, de Batukánnal szemben csatát vesztett és menekülni kényszerült. Az Adriai tenger egyik szigetén húzta meg magát az üldözők elől. A tatárjárás óriási pusztítással járt. Becslések szerint a Kárpát-medence lakosságának mintegy fele elpusztult, nem csupán a harci cselekmények, hanem az azt követő éhínség és járványok következtében. A tatár had visszavonulása után az elpusztított, elnéptelenedett területekre nagyszámú idegen telepes érkezett a környező, közelebbi, távolabbi vidékekről. Az ország etnikai összetétele is megváltozott. A következő tatárbetörésre egy emberöltővel később 1285-ben került sor. S bár a támadóknak sikerült ezúttal is Pestig hatolniuk, a lakosság és a helyi birtokosok már nem vártak arra, hogy a király majd megvédi őket, hanem ahol csak tudtak, ellenálltak. Az egyik emlékezetes fegyvertény pont itt, Torockó közelében történt. Az Erdélyen keresztül zsákmánnyal megrakodva visszavonuló tatárok csapatát, az aranyosszéki székelyek itt megtámadták és szétszórták. A kárőrvendő krónikás feljegyezte, hogy maga a retteget vezér is megtépázva gyalogszerrel tudott csak elmenekülni, hegyen, völgyön, erdőkön át, egy rossz gebét vezetve kantáron, amelyen a márciusi fagyban a felesége didergett.
Kisebb-nagyobb fosztogató tatárcsapatok még bebetörtek ezután is Moldva felől, főleg a székelyeknek gyűjtve meg a baját, de előfordult az is 1345-ben, hogy a székelyek Lackfi András ispánjuk vezetésével utánuk mentek a Kárpátokon túlra, és a krónikás szerint a tatárokat saját lakóhelyükön Isten segedelmével kard élre hányták. Számos zászlót, igen sok foglyot, sok aranyból, ezüstből, értékes tárgyakból álló gazdag zsákmányt hoztak haza. A következő nagyobb, történelem formáló tatárdulás már a fejedelemség korában 1658-ban történt. Az előzményekhez tartozik, hogy II. Rákóczi György erdélyi fejedelem meg akarta szerezni magának a lengyel trónt is, és ezért az erdélyi hadakkal betört Lengyelországba. A török szultánt nagyon zavarta erdélyi hűbéresének ilyen megerősödése, ezért a kéznél levő szövetségesét, a krími tatárokat küldte Rákóczi hátába. Időközben a lengyelek is észbe kaptak, aminek az lett a vége, hogy a bekerített erdélyi hadak a tatárok fogságába estek. Maga Rákóczi fejedelem is alig tudott uttalan utakon hazamenekülni. A tatárok pedig, amiután így a fegyverforgató erdélyi férfiak színe javát foglyul ejtették, végigdulták, kirabolták Erdélyt. Korabeli krónikások állítása szerint a tatárok váratlanul nagy tömegben támadtak, rendkívül kegyetlenséggel gyilkoltak, raboltak, majd gyorsan odébb álltak. Ennek magyarázata, ma már tudjuk, a sajátos tatár harcmodor. A tatársereg kizárólag zsákmányért harcoló pásztorkatonákból állott. Mindeniküknek 2-3 vezetéklova volt, az ellenséges területen váltott lovakon gyorsan haladtak. Útjukat nehéz volt felderíteni, mert a harcosok 2/3 alkotta a fősereget, 1/3 állandóan felderítette, s rabolta a vidéket. Szabályos időközönként váltották egymást. A portyázók visszatértek a fősereghez, onnan pedig újabb csapat indult el zsákmányolni. A Kárpátokon át érkező hadak természetszerűleg a székelyföldet dúlták fel először. A tatárok jövetelének hírére a vidék lakossága megerősített helyekre, jobbára templomok köré épített várakba hurcolkodott. Háromszéken egy ilyen vár az akkor is jelentős településnek számító Ijefalván volt. Az ijefalvi várat 5 napig ostromolták, majd kézitusában elfoglalták a támadók. Hogy mi következett ezután? Egy kortárs versbe szedte. Szörnyű romlásunk, értsed, 800-at rabságra vittek. Várunkba, kik égtek s vesztek, számba sem vöttek. Volt 500 ember koponya, vár mellett sok test elhulva. Széjjel másut is sok vala, kinnal meghalva. Pincékbe rejtett helyekben sokan rejteztek féltekben. Vigyázó pogány ezekben sem hagyott helyben. Lónak sebessége mellett kötözve, ha nem mehetett, szegény rab, hogyha elesett, vonva vitetett. Láncokkal is kötöztenek, rabok szekérhez kötöttek, lószőrből pórázt fűztenek, mezítelen vittek. A rab érték volt. Dolgoztatni lehetett, és a vásáron el is lehetett adni őket. Az elhurcoltak többsége a fogságban halt meg. Keveseknek és csak a leggazdagabbaknak adatott meg, hogy a rokonság összegyűjtse értük a válságdíjat, és még kevesebben tudtak megszökni a rabságból. A rabságba hurcolás Erdélyben tömegjelenség volt. Korabeli egyházi jegyzőkönyvek tanúsítják, hogy előfordult nem egyszer az is, hogy a rabságba esett férfi vagy a nő házastársa évek múltán rendezte életét, új házasságra lépett,
de azután váratlanul jelentkezett a rabságból szabadult házastárs. Most már kié legyen a család, kié legyen a honmaradt és megélhetés biztosító vagyonka. A föld népe úgy védekezett, ahogy tudott. Sikeres ellenállásra is van példa. 1658. szeptemberében a gyergyóiak törbe csalták a Ditrót felégető tatárhadat. A csatában elesett támadók tömegsírját Tatárdomnak nevezik ma is. A Tatárdom közelében egy emlékmű áll. De 1658-ban nem csak a Székelyföld szenvedett. A módosabb szászok várfalaik biztonságából alkudoztak a betolakodókkal. Brassó például 30 ezer tallér hadisarcot fizetett. A nagyszebeniek 25 ezer tallér fejében kerültik el az ostromot. De a kisebb erdélyi települések egyike másika is ki tudta váltani magát. Az alkú olykor eredménnyel járt. De a fővárost, Gyulafehérvárt nem csak a fejedelem, hanem az erdélyi főurak is magára hagyták. Polgársága nem tudott eleget ígérni megváltása fejében. Így, aki nem menekült idejekorán a környező hegyekbe, azt a tatárok részint megölték, részint rabságba hurcolták. És mindenek utána a templomnak, várnak és városnak minden szépségét elprédálták volna, azokba tüzet vetének, s azokkal együtt a tornyokat, melyben gyönyörűséges szavú szép öreg nyolc harangok valának, szép kollégiumot, szkólát és ama drága nagy bibliotékát, mint porrá, hamuvá tevék, annyira elpusztítván azt, hogy a rettenetes égés és füst miatt a várnak és egyéb kőépületeknek falai csak magok állanának fenn, nagy kormoson. Jegyezte fel a kortárs krónikás. Az ember életet és anyagi javakat ért veszteségen kívül pótolhatatlan a kulturális örökség pusztulása is. Még annyit, hogy a Bethlen Gábor alapította szép nagy kollégiumot már újjá sem építik itt többé, hanem Nagyenyedre költöztetik. Ott van ma is. Az 1658-as tatárdulás különben Nagyenyedet sem kerülte el. A polgárság javaival a várba menekült. Alkudozás kezdődött. A tatárok itt sem voltak megelégedve a kapott összeggel, és ostromot kezdtek. Hanem az egyedi polgárok keményen védekeztek, és végül a tatárok eltakarodtak. Az idegen hadak prédájává vált Erdélyben a dúlás-fosztogatás váltakozó erővel évekig folytatódott. Itt a tolvajos tetőn a Hargitán próbálták megállítani a csíkiak a feléjük tartó török és tatár hadakat, de vereséget szenvedtek. Csíkszereda szabad préda lett. A környéken Bánkfalva, illetve Menaság szenvedte a legtöbbet. Csíksomjón 8 szerzetes élt akkor, 4 szerzetes elesett, más 4-et fogságba hurcoltak. Csíkszereda is ugyancsak megszenvedte a hadak dúlását. A Mikóvár is a lángok martaléka lett ekkor. Mindent összevetve az 1658-as országos pusztítás legnagyobb vesztesége az emberveszteség volt. Történészek számításai szerint legalább 60 ezer rabot vittek el ekkor Erdélyből. Nagy részüket örökre. Ezen túlmenően Bethlen Gábor gazdasági örökségének, Erdély aranykorának vége szakadt. A század végére Erdély a Habsburgok uralma alá került.
A Habsburg uralomról nem szokás sok jót mondani manapság. Pedig hát abban a korban épült, az Erdélyben ma is látható templomok többsége. Vagy Erdély határvédelmét átvállalta az akkori Európa egyik legkorszerűbb hadserege, az osztrák. És mégis volt tatárbetörés ekkor is, mégpedig Csíkban. Az történt, hogy a csíkiak magukra nézve terhesnek érezték a katonák ellátását, beszállásolását, ezért közben jártak az erdélyi kormányzóságnál, hogy a katonaságot vonják ki Csíkból. És kapcsolataiknak köszönhetően ezt el is intézték. Csak hogy a tatárok megneszelték, hogy nincs katonaság Csíkban, és váratlanul megrohanták a vidéket. Gyergyót ezúttal nem. Ott volt katonaság. Főleg a gyimesi szoros bejáratánál levő falvak, Csík Szépvíz, Csík Rákos, Csík Szent Mihály, Csík Szent Miklós estek áldozatul a portyázóknak. Hanem fennmaradt nem csak a pusztítás, hanem az ellenállás emléke is. Csíkszeredától nem messze, Fitód és Hosszúaszó között áll a Xántusz kápolna, Xántusz keresztes alcsiki királybíró emlékére, akinek a vezetésével a környékbeliek 1694-ben szembeszálltak a tatárokkal. Győztek, ám a vezér, Xántusz keresztes elesett a csatában. Sírja mellett épült ez a kápolna, amelyet romjaiból 1990-ben újítottak fel a környékbeli természetjárók. A legeslegutolsó tatárbetörésre 1717 nyarán került sor, és mint a legelsőre, itt a Radnai hágon, a Szamos völgyén keresztül. Csak hogy ezúttal nem a világhódító mongol birodalom terjeszkedett, hanem a végóráit élő török birodalom rúgta az utolsókat. A pusztítás ennek ellenére nagy volt. Végig pusztították a Szamos völgyét, és a mezőség északi részét elértek egész Szatmárig. Hanem a korabeli osztrák közigazgatás nem tett semmit. Kivárt. A tatárokkal ugyanis a törökországi számüzetésben élő Rákóczi fejedelem kuruczai is hazajöttek, azzal a nem titkolt szándékkal, hogyha egyszer Erdélyben lesznek, a Habsburg ellenes kuruc felkelés lángját is fellobbantják. Hanem a vidék lakosságának nagyon nem kellett a tatár szövetség. Fegyvert fogtak ők, hogy ne, de nem ám az osztrákok ellen, hanem a vidéküket pusztító, raboló tatár hordák ellen. És az erdős, hegyes völgyes Máramarosban ők voltak előnyben, ők voltak otthon. A tatár fősereg létszámának fele e csatározásokban lemorzsolódott itt. Károlyi Sándor gróf, a vidék katonai parancsnoka jelentette Bécsbe az akaratán kívül történteket. Az pogányság az útnak bevágása miatt folyvást nem mehetett, egy szoros völgyben megállapodott, s kivált kép nagy eső jövén rája egészen összeázott. Hajnalra kelve a nagybányai és felsőbányai, máramarosi s több összevert fölnépe rajta ütött, sok keresztény raboknak szabadulásával győzött. A tatárok elleni győzelem emlékére itt Kapnikbányán a csatatér közelében egy emlékoszlopot állítottak. Idáig értek el a tatárok, tudatja a mára már kissé megkopott eredeti latin nyelvű felirat. Jó, hogy felirat is van az oszlopon, különben ma már nem tudnunk, mi is akar ez lenni. Ezt az iskolákban nem tanítják. Sajnos.